Na hello mindenkinek, sziasztok srácok, én Dani vagyok, és itt vagyunk egy következő videóban, és most ebben a videóban nem más lesz, mint a falusiaknak fogjuk egy ilyen titkos földlatti szigetfelségét megnézni, úgymond a Minecraftban. Szóval, hogyha esetleg tetszik nektek ez az ötlet, akkor már most csapastok egy lájkot erre a videóra, és iratkozzatok fel a csatornámra, mert az is rettentően nagyon fontos. Szóval, itt tart ugye velünk ki is, szokásan, szia kis. Szóval, nézzünk is akkor szerintem be ebbe a faluba, hogy mit találunk, mi az az nagyon érdekes dolog, amit itt vajon mi találni fogunk. Még egy perc, jó, oké, rendben, minden tökéletes. Na, szóval akkor nézzünk is be, és nézzük meg, hogy mi van itt. Van egy olyan érzésem, hogy ez a földlatti sziget el lesz rejtve, nem csoda, mert titkos. Tehát, ja, azért annyira azért csak nincsen szerintem feltüntetve, hogy mindenhol, hogy hol van. Szóval, át kell nekem néznem valahol így a házakat, hogy mégiscsak hol találnám meg ezt a dolgot. Vagy hol tudom megtalálni a búzát, meg ilyeneket most én nem fogok leszedni, mert ugye hát kajám az van bőven. Szóval, ja, nem, amúgy az sem biztos, hogy egyáltalán faluba lesz, mondjuk, nem tudom, szerintem a faluba lesz, hogyha falusiaknak a titkos helye, földlatti szigete. Akkor gondolom, hogy logikusnak tűnik, hogy a faluba lesz. Na, hát itt van a chest. Ó, kaptunk egy vassárkány, na ez már jó dolog. Oké, a fákat elültetem, mert mi szeretjük a természetet. Srácok, ti is ültessetek fákat! Legyetek ilyen, nem tudom, természetkedvelők. Szóval, ne csak Minecraftban, amúgy való életben is. Szóval, ezt átnéztük, itt talán még nem néztünk be. Jó, amit átnéztem, ott azért nyitva hagyom az ajtót, hogy biztosan tudjam, hogy átnéztük már. Nem nagyon találok itt semmit. Sajnos, itt se nagyon van. Itt se nagyon van. Nem tudom, amúgy olyan érzésem van, mint hogy lagolna a Minecraft, de szerintem nem lagol, nem? Ja, várjátok, fel van véve a látótávolság ultra nagyra. Jó, oké, okay, itt sincsem. Itt sincsem. Jó, de ez kovács, várjátok. Ó, gyémánt, meg vaskard. Na, egyre jobb cuccaink vannak, királyság. Ez talán? Nem, itt sincsen, itt sincsen. Jó. Hát megpróbálom még ezt a pár házat átnézni. Hát, ha szerencsém lesz, aztán bedobja, de nem tudom, kezdem elveszteni a bizalmat abban, hogy én ezt így... Ó, itt egy... Ó. Lehetséges, hogy megtaláltuk? Ez be van díszítve ez a ház, meg ott van egy csapóajtó. Az a csapóajtó eléggé durván a föld alá vezet. Szóval srácok, ha szerintetek megtaláltuk, dobjatok egy lájkot. Ha nem, akkor pedig írjátok le a kommentbe, hogy nem. Szóval, ja meg amúgy írjátok valami, hogy milyen nektek a suli, hogy mennyire élvezitek meg ilyenek, mert amúgy kíváncsi vagyok. Szóval, az nagyon vízbe vezet engem. Na jó, ugorjunk bele! 3, 2, 1, go! Mondom, ó, nem bírok beleugrani, na, balra, jobbra, hátra, jó, go. Ajaj, ugye ez csak izé, ez csak ilyen létre, én azt tudom, hogy durvább lesz. Jó, meg vagyunk, megtaláltuk, megtaláltuk, easy, ó. Szia kis, te is ide szvannoltál közben. Megvan a falu, srácok, ez ilyen, úha, nagyon, király jól néz ki, jó, felugrunk a házét, körbenézünk. Mennyire király jól néz már ki, ó, ott pont gabonát, vagy mi az, ja. Répát vett az egyik falusi. Na, mennyire durván így el vannak itt a faluban a falusiak, milyen királyul néz már ki ez a óriási nagy izé. Ezt mennyi idő lehetett már így végigszedni mindenkinek? Menjünk oda köszönni valakihez? Ahhoz az izé, ez ott nagyon-nagyon barátságosnak tűnik legalábbis egy első látása. Megpróbáljuk szerintem, hogy oda megyünk, aztán köszönünk, vagy valami. Vagy várjatok, előbb nézzünk már meg be a házakba. Hát, ha lesz valami, nem tudom, OP cucc vagy bármi. Itt vannak izék, ópialmák. Nem tudom, hogy ez gonoszsága így kivenni csak random a cuccokat, de nekem kellenek a jó cuccok, szóval, ja, kiveszem, mert miért ne, gondolom, hogy nekem hagyták itt, persze, hát ki másnak hagynák itt. Itt a melvért, itt el van rejtve, srácok, a full diaszett csak nekünk, milyen kedvesek már. Diasapka, nagyon jó, vedd ki, köszi. Jó, és hol az utolsó ház? Arrafele voltak még házak, ugye? Yeah, igen, ez az. Na, ebbe az lesz vajon? Nem, gondolom, hogy a már... piros gyapjú. Piros gyapjú, itt biztos lesz valami, így is van. Ó, tudtam, hogy ide van elrejtve, ki ne tudná. Másik ház van valami, gondolom, itt meg a kard. Ó, hát hogy ne? Megvan a kard, királyság. Na, várjátok, gyors, berendezem a cuccokat azért. Ide az egyesbe, ide a kettesbe, ide a hármasba, ide a cuccokba. Na, amúgy becsukott ott az ajtó, jól láttam. Kezd ez elég ijesztő lenni. Na jó, hol volt a falusi? Valahol arra, de közben előtt a gyors kajánunk kéne. Így is van, szépen üljük be a kajákat, és akkor... Hello! Nincs itt, eltűnt. Hello, szia, hello, üdv! Mi a? Te hogy tűnsz el? Hallod, de milyen venőszemüveged van már? Hé, te! Mondjad, mit szeretnél? Miben tudok neked segíteni? Gyere egy kicsit hátrébb.
Szia, mondjad, ez az kis. Na, leültem közben kis, hogy nehogy elmászkáljon. Mit akarsz itt? Én csak körbenézni jöttem erre a csodálatos szigetre, mert nagyon menőn néz ki. Szóval, ja, érted? Na, ennyi a lényeg. Körbenézni jöttem, és megnézni, hogy milyen egy föld alatti falusnak az úgymond az élete. Vagy nem is tudom, hogy mit mondjak. Ja, kb. Ilyen. Miért jössz be ide? Ha mert érdekelt. Például, tilos? Vagy nem tudom, nincs sehol se írva, hogy tilos a bejövetel. Vagy bármi, ott volt egy csapóajtó, lejöttem, ennyi. Aztán, ja, hogyha kiírtott volna, hogy tilos a belépés, akkor lehet, hogy átgondolom, de szerintem akkor is bejövök. Igen, tilos ide bejönni, csak kizárólag mi jöttünk be. Hova volt ez kiírva? Ez a Minecraft, itt minden mindenkié. Főleg úgy, hogy nincs is levédve meg semmi. Látod, tudok blokkot ütni, haha. Ennyi. Na mi az? Falusi! Na, most el fogsz engem kergetni? Nem szeretjük a betolakodókat. Hát... megértem. De igazából én csak körbenézni jöttem, nem akarlak titeket bántani meg semmi. Csak megnézem például a kertedet. Milyen jól néz ki már. Tök menő. Segítek neked nézz aratni. Látod, leszettem a tököt. Úgyhogy van pár percet, hogy lelép. Mi az, hogy... ó, itt van valami. Ó, itt van valami, srácok, de benézek. Nem tudom, hogy ez mi. Lehet menni balra. Ajjaj, ott vannak zombik. Jön, ezeket a zombikat megölöm. Ajjaj, jó. Oké, látod, meg segítek is eltávolítani a zombikat. Itt egy gyémánt sárkány. Jó, ezt lopom. Köszi. Na, mi a... hallod? Nem áll! Hallod, mit izélsz? Ne! Megadom a pókokat, ezt az utolsó pókot is megadom, jó! Hú, na mi van? Na mi van? Itt halok meg, ha? Na mi az, amit tudok, látod? Leszettem neked, meg odaadom a bobos cuccokat is. Látod, így jár, aki bealakul egy ilyen területre. Hát, te jártál így, haha. Na mi az? Na várjatok. Menj vissza, jó, meg tudom ütni. Haha, na mi az? Na mi az? Na ilyenkor kiemenő? Hát bezártál engem oda, szóval nem tudom, hogy most legyek-e gonosz, bántani merészelsz. Te bántottál! Bezártál! Még te ízélsz, hogy bántani merészelsz, meg ilyenek, bezártál engem oda! Te, Istenem, srácok, hogy mennyire ízék ezek a falusiak. Én azt mondom, hogy nem tudom, okosabbak, vagy kedvesebbek, vagy valami. Itt üzenek, ne légy szemtelen, különben szólok az őröknek. Szóljál! És kivitetlek, ha-ha-ha! Úgyse tudnak engem kivit... ojaj. Ajjaj, srácok, gond lesz, és az a gond, hogy kis is itt van, és ő meg fogja szerintem őket támadni. Na várjál, kis bevisszam ide mielőtt tizi, akkor játszunk így most véged. Neked lesz mindjárt véged, csak kis hadd zárjam már be ide a házba. Várjál kis, gyere, jó, várjál már, ne ütögessél már, hadd zárjam már be, na! Istenem, hallott, te mennyire izé vagy, a kutyának legalább ne essen már baja, na. Menj be, jó, várjál, bezárom így ide. Várjatok, szegény kis, nem akarom én bántani meg semmi, na. Felgyújtasz? Fel akarsz engem gyújtani, mert meg akarsz szövelni? Jó van. Gyere, játszunk így. Játszunk így. Na mi az? Na mi az? Na ilyenkor ki a kemény, ha? Na ilyenkor ki a keményebb, ha? Ne izéljél nekem itt izé. Itt nem tudom, itt magyarázol. Ajaj, azt nem akartam bántani. Én nem foglak téged megölni. Nem is nem akarlak téged megölni, de akkor szépen nyugodjál le. Én csak nézelődni jöttem. Mekkorát esett, srácok. Mekkorát esett lentre, én le nem megyek. Így jártál, takarodj innen. Hadd nézzek már körbe. Mondjuk körbe néztünk, ez van mindenhol, szóval. Nem tudom, hogy lehet kijutni. Utálunk. Hát de, mi ez? Nem csináltam semmit rosszat, meg nem adtam rá okot, hogy utálj. Sőt, én általában tök kedves vagyok a falusiakkal, haha. Béna, haha. Istenem, na mi az? Gyere fel, ha tudsz. Ajajajaj, ez így nem jó. Kedves Zsalusi, figyelj ide, én nem akarok tényleg gonosz lenni meg semmi, de te akartad ezt, te kezdted ezt az egészet, szóval én szerintem maradjunk annyiból, hogy béke, jó? Legyen béke, és talán elmegyek, jó? Hallod? Jugi van, most magad roptál egy mérget, gratulálok. Most felépíti magát. Figyelj már ide, hallod? Na, figyelj, itt vagyok, na, figyelj ide. Istenem, hát halljátok, nem hiszem, hogy nem tudom megnyugodni. Nyugodj már le! Nyugodjál már le! Ne izéljél már, nem akarlak téged megölni, meg nem akarlak bántani, de falusiakkal jóba szoktam lenni. Na figyelj, na, szegény megint leesett. Figyelj, hagyjuk ezt! Istenem, miért kell? Elviszem el, de figyelj, nézd, itt egy gyémánt, tessék, ott egy gyémánt, ledobtam. Ott van mögötted egy gyémánt, oda dobtam. Látod, milyen jó fej vagyok, na. Most már béke, vagy valami? Na? Adtam nektek egy ingyen gyémántot, amit amúgy most találtam a falutok, meg itt egy arany is, tessék. Itt egy vas is, ez se kell. Tessék, nyugodtan vedd fel mindent, nem kellek meg, itt egy vaskard, egy vasárkány.
meg ilyen apróságok. Tessék, ennyit így odaadok neked, mi az, próbálsz megvesztegetni? Nem, csak adok neked ingyen cuccok. Hát kiégek, srácok. Most mit csinálják ezzel? Nem fogad... Elfogadja a cuccokat, próbálsz megvesztegetni? Blá, 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 blá. Itt izélsz engem, hallod? Na, végre tímel, hát kiégek. Na, azzal, oh, oké, okay. Látod, így kell, na. Most komolyan leveszed, ledobod a szettedet? Nem kell lesz, nyugodtan tartsd meg, én nem akarlak téged bántani, nyugodtan tartsd meg. Csak figyelj, Tobit, le is lépek, nem kell, csak valahogy juttass már ki engem minden, mert úgy fogalmas nincs, hogy hogy lehet neki menni. Jó? Esküszöm, akkor béke előtt, teket leköteleztél. Na, látod, ez a beszéd. Na, látod, béke van, bro. Béke, béke van és nincsen gond. Na, figyelj, hogy kijuttatsz engem minden, én lelépek nagyon szívesen. Jó pépés voltál, igazi profi. Úgyhogy megadom magam. Hú, hát igen, srácok, nagyon profik vagyunk. Na jó van, Falusi, vagy kijuttatsz innen, vagy igazából nekem az is, hogyha itt elköszönünk. Akarsz valami elköszönni? Igen? Igen? Jó, mindegy, biztos, hogy akarsz, akkor eddig kiengedem kisnél, akkor ő is legalább jön. Gyere kis, gyere! Jó, ne ülj le, így van, szépen gyere, tépész ide. Na, szóval, kis, hol vagy? Itt van. Igen, köszönjünk el itt, aztán teázzunk, jól van. Na, ne lögd le a kutyámat, jó mindegy, én ide állok a kutyám mellé, te is valóban, nézd, hogy odaállj mellé, na. Szóval, srácok! Félreismertek amúgy, hát sokszor megesik sok emberre. Na szóval srácok, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltok velem ebben a videóban. Hogyha tetszett, dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornámra, és sekkeljetek le ugye a termékeimet a leírás első sorában. Szóval ja, kb. Így ennyi, és találkozunk legközelebb is. Sziasztok!